Halasi civil konferenciát tartottak most Kiskunhalason a Csipke Hotelben. Mi volt ennek a célja, hogy a civil szervezetek vezetőit összehívták? A mai konferenciára a Városközpont rekonstrukciós projekt keretében került sor ennek a pályázatnak egy eleme ez a mai rendezvény. Én azt gondolom, hogy ha civil szervezetek találkoznak, összejönnek, annak mindig van értelme, hiszen magát a várost ők teszik színessé, változatossá, és akár különböztetik meg más településektől. Ugye folyamatosan változnak a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok, különböző adózási szabályok, és ezekről kaphattak ma a civil szervezetek képviselői vezetői tájékoztatást, ez a programot több más előadás is színesítette. Mit lehet ezen a konferencián tapasztalni, mit lehet információként begyűjteni, illetve az ön előadásában is mire hívja fel a figyelmet a civil szervezetek képviselőinek? Hát ugye itt elég sok előadó jelenik meg a mai nap során, az önkormányzatnak egy civil szervezetekkel kapcsolatos rendezvényen vagyunk, és erre a Bács-Kiskun megyei civil információs centrum is, mint meghívott, kapott részleteli lehetőséget, bemutatkozási lehetőséget, ami nekünk egy nagyon jó alkalom, hiszen már ugye több mint 2 éve működik a Bács-Kiskun megyei civil információs centrum, és ez alatt a 2 év alatt, most már ez a 6. alkalom, hogy itt a kiskunhalasi, illetve a kiskunhalas környéken működő civil szervezetekkel találkozzunk, részükre olyan információkat adjunk át, ezeken a találkozókon, konferencia jellegű rendezvényeinken, képzéseinken, ami számukra fontos és aktuális információ. És ez a mai nap, ez egy ilyen párhuzamos esemény is, hiszen amellett, hogy itt, ahol most vagyunk az önkormányzati rendezvényen is, bemutatjuk a civil információs centrumnak az eddigi működését, ezzel kapcsolatos civileknek a lehetőségeit. Emellett a konferencia után lesz egy saját rendezvényünk, ugyanitt a helyszínen, ahol az aktuális pályázati lehetőségeket, az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit, változásait, tapasztalatait, pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tapasztalatait fogjuk bemutatni, és hát természetesen itt a közhasznú jogállás, a különböző bírósági bejegyzések, változásbejelentéseknek a keresztülvitele is szóba fog kerülni majd, ahogyan korábban is a rendezvényeinkön. Van-e arra irányuló tapasztalat, hogy a civil szervezeteknek milyen segítséget tud nyújtani ez a fajta tevékenység, illetve van-e valamiféle visszajelzés, hogy ezzel tudnak is élni a civil szervezetek? Rendkívül sok visszajelzés van. Egyrészt amiatt, hogy ugye nekünk párhuzamosan több úgynevezett indikátort kell megvalósítani, és a havi hírlevelek mellett, ami körülbelül 2000 civil szervezet kap meg minden hónapban az aktuális információkról, emellett minden nagyobb településen megjelenünk, tehát ez elsősorban 10 000 lakosság szám fölötti településekre gondolok. Ez általában egy ilyen körön belül, az, ami azt jelenti, hogy 10 állomás jelent, tehát 10 legnagyobb településről beszélek Bács-Kiskun megyébe, folyamatosan kapcsolatot a szervezetekkel. A legfontosabb információk, meg ami inkább a leginkább érdeklődést keltő információk, azok elsősorban a forrásteremtési lehetőségekkel kapcsolatos információk. Nagyon sok pályázati lehetőség van a civil szervezeteknek, akár itt a Nemzeti Együttműködési Alapra gondolok, a Beltlen Gábor alapra gondolok, a Nemzeti Családi Szociálpolitikai Intézetnek a pályázati lehetőségei, és hát egy új uniós fejlesztési időszak küszöbén vagyunk, gyakorlatilag folyamatosan kerülnek a különböző koncepciók, és hát rövidesen majd a pályázati kérások is a nyilvánosság elé, és hát természetesen ebben is majd kívánunk segíteni a civil szervezeteknek, hogy eljussanak hozzá ezeknek a lehetőségeknek eleve a híre, és hát aki mondjuk nem annyira gyakorlott ezeknek a lehetőségeknek a lehívásában, azokban tudjunk segíteni nekik, hogy egyáltalán el tudják kezdeni, és hát körülbelül a megvalósításban is mibe érdemes gondolkodni, hogy az ő profiljuknak megfelelően föl tudják használni ezeket a lehetőségeket, forrásokat. Úgyhogy a civil információs centrumnak folyamatos feladata van a szervezeteknek a tájékoztatásában és a segítésében, hogy a forrásokhoz eljussanak, illetve a törvényes működésük zökkenőmentesen folytatódjon.